Fontos, hogy első kézből kapjanak információt a helyi vállalkozók a térségben folyó Európa egyik legjelentősebb éppen zajló beruházásáról, a Paks 2-ről. Kocsmár István, az Aliszkabau ZRT vezérigazgatója azért jött el a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett fórumra, hogy megtudja, mikor indul el ténylegesen a beruházás. Elmondta, bízik abban, hogy valamennyi a térségben működő cég teret kap majd a munkák során. Én azt gondolom, hogy az úgynevezett kerítésen belüli munkák megmaradnak a nagy konzorciumoknak, a kerítésen kívüli munkákban pedig abszolút esélyt látok arra, hogy akár Tolna megyei vállalkozások, akár az országban jelenlévő vállalkozások, konzorciumot alkotva tudjunk dolgozni, hiszen mindenkinek ez az érdeke. Fischer Sándor, a kamara elnöke elmondta, azért kérték fel a szakértőket a fórum megtartására, mert a Tolna megyei vállalkozók körében nagy érdeklődés övezi a hamarosan kezdődő beruházást. De sok kérdőjel is van a munkalehetőségekkel kapcsolatban. A legfontosabb, hogy a Tolna megyei vállalkozók hogyan tudnak ehhez kapcsolódni, mennyire tudnak ebben részt venni, és gyakorlatilag azt szeretnénk az erőmű által előadóktól, hogy pontosan határozzák meg, hogy mit várnak a Tolna megyei vállalkozóktól. Az információ hatalom, és szeretnék, ha mindenki hatalmassá tudna válni a megyében, mondta Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Hozzátette, a két új blokk építéséhez szükséges munkaerő több mint 40%-át magyar vállalkozók fogják adni, ezért érdemes az információs pontokon is tájékozódni. Ma a beadott dokumentációk alapján úgy gondoljuk, hogy április-májusban meg fogjuk tudni kapni az összengedélyt, mert nem csak a létesítési engedély szükséges az építkezéshez, hanem másik 10 engedély megléte is kell, csak akkor tudjuk azt mondani, hogy na, átléptünk az előkészítés fázisából az építkezés fázisába. Tehát valószínűleg idén májusban megkezdődik a 12,5 milliárd eurós beruházás Pakson. Az először elkészülő új blokkot pedig 2029-2030-ban üzembe is helyezik.